sziasztok! Itt vagyok a Minhad, vagy Minad Air Force Base, Air Base-en, és egy picit beszélgessünk arról, hogy hogyan is kéne navigálni a Hornetben, illetve miket tud ez a gyönyörű szép két kijelző, a jobb és a bal DDI, valamint a, ezt innen elveszem, valamint az AMPCD. Hát kezdjük azzal, hogy ugye van egy nose wheel steeringünk, amit ha kicsit akarunk menni, akkor simán csak bekapcsoljuk, ha nagyon akarjuk forgatni, azt hiszem ezt már mondtam, akkor high-ra rakjuk. Ez majd carry-on fog jól jönni. Ez egy hot start mission, amit éppen kipróbáltam, illetve egész konkrétan ez az egyik instant action-je a beépített instant action, úgyhogy nincs armolva a seat, nincsenek az instrument panelek föltekerve, a pozíció és formáció lámpáim sincsenek bekapcsolva. Én ezeket most bekapcsolom, meg adok rá fényerőt is. Jó. Először is HUD, bal DDI, UFC, jobb DDI, AMPCD. Mivel kezdjük? Kezdjük mondjuk a rádióval. Van két gombja a rádiónak, mind a kettő ugyanazt tudja, alapvetően csak van egy COM1 és egy COM2, ami egy main és egy backup rádióból áll. Ezeket a rádiókat ennek a gombnak, ugye amikor így rajta van ez a nyilacska, az a körkörös nyilacska, akkor az egérgörgővel lehet ezt tekergetni. Ha az M betűig tekerjük, előre beállítva, amikor elkezdjük nyomkodni, akkor látható, hát most sajnos pont nem látható túl jó, de ez például 264 egész, 265 egész, 256 egész, és így tovább. De az S és a C minket most nem érdekel, mert ha jól emlékszem, azok a guard channelek, és azok még nem működnek rendesen. Viszont az M betűt tudjuk manuálisan birizgelni. Ha nem látnánk esetleg, vagy nem működne, akkor nézzük meg, hogy a volume gomb az nullán van-e, mert akkor valószínűleg nincs bekapcsolva rendesen a rádiónk. Ezzel itt a gombbal a HUD, vagy az UFC, az Upfront Control UFC világításának erejét tudjuk beállítani. Emission Control annyira most nem érdekel minket, mert még nem annyira van implementálva, ha jól emlékszem. De! Szóval, hogyha bármikor szeretnénk újra visszamenni ide, nem kell tekergetni, egyszerűen csak egérgombbal megnyomjuk, és akkor előjön ez. Ground Receive, Squanch, vagy nem Squanch, Squelch, Squanch az a Rick and Morty-ban van, Cypher, ezt még nem használjuk, illetve AM és FM rádió között tudunk választani. Most jelen pillanatban a Minab DB-n vagyok, vagy AB-n vagyok, 121,8, tehát ez azt jelenti, hogy manuálisban van állítva, 121 egész, itt nem nyomjuk le az egészeket, hanem csak 8, igen, hogyha nem piszkálok össze-vissza, 121,8, és amennyi nulla van mögötte, tehát ugye 2 darab nullát tartok mögötte, és hosszan lenyomom, akkor egyet villam. Na most, hogyha én ezt mégiscsak azt mondanám, hogy 121,58, mit tudom én, és nyomok egy Enter-t, az nem fogja nekem átállítani. Az Enter ezt a billentyűt hosszan kell nyomba tartani, és akkor beállítja rendesen. Ez igaz a másik rádióra is, tehát hogyha mondjuk szeretném, hogyha a 251-es egészes rádión hallgatnék valamit, megnyomom egyszer röviden, nem áll át. 251, mondom 1, egész, hosszan lenyomva tartom, egyszer pittyen, vagy egyszer villan, és utána ott marad, és az fog maradni nekem a manuális 251-e.
Ilyenkor mind a kettőt, az olyan, mintha gyakorlatilag tényleg két külön rádió, tehát ilyenkor mind a kettőn tudok kommunikálni, forgalmazni, semmi baj nincs vele. No, nézzük meg, hogy van-e flight planning. Flight planning. Jött-e ne? Tehát IP. IP buttonnal egyelőre annyira nem foglalkozunk, ADF-fel nem foglalkozunk egyelőre, ezek mind a kettő majd a levegőföld employee-nál lesznek érdekesek. ADF az konkrétan ugye ugyanaz az ADF, amit a Huey meg ezek a többiek használnak, ugyanaz az ADF típus, most nem fogunk vele foglalkozni, mert most nem érdekes. Rádió navigációt amúgy sem nagyon ajánlom, hiszen van backupnak jó. Jó. Menjünk oda, hogy akkor. Tehát ugye számsorok, érdemes megjegyezni 2, 4, 6, 8, Northwest, Northeast, Southwest. Ugye ezek a majd később a Waypoint Entry-nél lesznek érdekesek. Clear 0, Enter. Teljesen egyértelmű. Clear az éppen aktuális dolgot kitörli. Ha olyan van, akkor lehet újra beírni helyette. AP, ez az autopilot módnak a kiválasztása. Nincs külön gomb rá, itt ezt rá kell nyomni egyszer. Elvileg, hogyha az INS NAV-ban van, és elájnolt, akkor attitude, megnyomom, és azt mondjam, hogy most nem vagyok levegőben, de megnyomnám, és attitude hold, Heading Select, erről majd mindjárt beszélek, barometrikus altitude hold, tehát barometrikus magasságtartás, és radar magasságtartás. A radar magasságtartás 5000 lábig jó, onnantól kezdve barometrikusat kell használni. Attitude, az attitude nem magasságtartás, hanem irány. Tehát ez lehet nekem 5 fokos süllyedés és 20 fokos dőlésszög, ő azt tartani fogja. Lehet nekem vízszintes, és 20 fokos, 30 fokos dőlésszög tartani fogja. Bármilyen irányban én megnyomom, ha én úgy elengedem és betrimmelem, hogy az menjen úgy, ahogy van, ő azt az irányt fogja tartani. Ha ez nekem az, hogy 300 kilométeres sugarú kört tegyen meg, és maradjon abban a patternben, úgymond abban a körben, akkor ő azt fogja megcsinálni, nem érdekli, nem kérdez. Jó, következő IFF, nincs még implementálva, TACAN van implementálva, mindjárt beszélünk róla, ILS, ha jól emlékszem, még nincsen normálisan implementálva, valami kezdeményezés van, de a channelt például nem lehet normálisan beírni, mindegy. DL még egyelőre nem, Beacon nincs módban, illetve mindegyik ILS-nél is, TACAN-nál is, amikor bejelöljük, hogy szeretnénk, tehát megnyomom az ILS-t, vagy a TACAN-t, akkor az on-off gombot meg kell nyomni. És ugyanez DL-nél nem működik, egyszerűen nem hajlandó, a Beacon-nél sem, mindegy. Szerintem még nincs rendesen implementálva. Jó, nézzünk a TACAN-ra. Tehát on, 1-es. Transmit receive, receive, illetve R2R. X vagy Y, ezt ki lehet választani teljesen egyértelműen. R2R szeretnék csak receive-elni, vagy transmit receive-elni. Nem érdekes annyira, nem. Tehát attól függ ugye, hogy ha levegő-levegő újra tölteni szeretnénk, akkor ez R2R-t kell kiválasztani. Hogyha nem, akkor, tehát hogyha földi cél, mondjuk kifutópálya, mit tudom én, ilyesmi, akkor csak simán a transmit receive-et. Jó, on, 1-es. TACAN channel-en, 1-es X, ugye ki van itt, látható ez a két pont, X ki van jelölve, 1-es X-en próbálna ezt most keresgélni nekünk. Ha mondjuk egy default Stennis, tehát az átlagos, normális Stennis csatornáját szeretném ugye beállítani, akkor miért nem hajlandó? Igen, tehát még ennyire bugos csak. Jó, tehát nyomkodni kell az on-off gombot, és akkor egy idő után hajlandó beleírni. De most megnézzük még egyszer.
Jó, clear nyomunk, teljesen, totál nulláról. Tehát teken. Ha mondjuk a Stannisnek a... sok lesz. 55-ös a default channelja a Stannisnek, ugye nem R2R, nem tankolni szeretnénk, Enter. Egyszer villan, teken 55-ösre van állítva. Honnan tudjuk ellenőrizni, hogy működik-e? Most nem tudjuk nagyon-nagyon megnézni, mert nincs Stannis itt a missionben, de onnan tudjuk, hogy keresi, hogy a HSI-re, tehát ugye a menü, mindig ez a gomba menü, nem a taktiken, hanem a support page-en van, a HSI gomb, megnyomjuk, és itt fog körbe pörögni, ez a takannak a keresője, úgymond. Mindjárt nézzünk, megnézzük, hogy ennek a, ahol vagyunk, ennek van-e takanja. Teker, nincsen. Jó, akkor mondjuk neked, nincs. De warja van, úgyhogy jó. Tehát a ADF-be be lehet majd fogni. Ez sincs, itt sincs, nagyon jó. Eddig teljesen szuper, hogy egyetlen egy darab özön nincs. Ennek aztán volt. Aha, nincs. Ennek sincs. Ennek sincs. Ennek sincs. Itt kéne, hogy legyen kiírva, de nincs neki. 89x, na. Tehát akkor a Tumb... hát ezt ha ki tudom mondani. Tumkohak? Vagy kocsak? Mindegy. Annak a tekenje 89x. Nyomok egy entert. És mindjárt meg fogja magát találni. Be lehet, hogy az föl kéne szállnom, hogy rálásson. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy itt beírom, megmondom, hogy X, és akkor ő el fogja kezdeni keresni, és amikor én ezt látni fogom, vagy meg tudom, amikor onnantól kezdve, hogy én ezt a repülőgépem látja, onnantól kezdve azt tudom mondani, hogy runway 26 és 8-asok vannak, tehát ha én ebből az irányból szeretnék leszállni, az a 260-as irány lenne. Jó. Ha már a HSI-nél járunk, mi sem egyszerűbb. Kezdjük föntről. Igen, én nyomkodni fogom az MFD-met, de ugye elég egyértelmű, ha bemegyünk bármelyik menüben, általában ugyanez a felső, ez a 10-es DD, vagy a Right DDR DDI gomb visszadob minket a HSI oldalra. Egyébként bármilyen alkalom van, vagy bárhol vagyunk, a 18-as DDI gomb visszarak. Ugyanez igaz egyébként a baloldali DDI-ra, ugyanezeket a dolgokat tudom ott is kirakni, semmiféle különbség nincs. Van egy pár dolog, ami nem működik, ilyen például a Situational Awareness, akkor az UFC, akkor Anzel Page, akkor... Hát a HUD az működik, de menjünk sorban inkább. Van a Tactical menü, ez abból a Stores-ból áll, mi van éppen a repülőmön, két AIM-9 van az a repülőmön, illetve 578 gun. Itt ugye meg is tudjuk nézni, hogy a gun-t kiválasztjuk, és azonnal CCIP mód vagy manuál módot tudunk kiválasztani, ez az UFC-n egy csomó mindent tudunk állítgatni, illetve a Simulation, az azt jelenti, ugye, hogy teszteljük a gun-t. Tehát olyan, mint a training mód például az A10-ben. PGU M50 annyira nem benne van, de azt hiszem, hogy nem érdekes. Ez a muníciónak a típusa, ha jól emlékszem. De nem biztos. Illetve, hogy high spread vagy low spread. Data menü még nem működik, CCIP, az pedig ugye a
Menjünk csak vissza egy pillanatra. Stores, gun, CCIP. Nincsen armolva. És hogyha levegőben lennék, akkor a CCIP módban, air to ground módban tudnám használni a gunomat. Tehát így is be lehet rakni air to ground módba. No, menjünk vissza, tactical page, ugye Anzel page nem működik, electronic warfare page működik, ugye ez amiről beszéltem már a másik videóban. Electronic warfare off, azt itt tudjuk állítani, illetve bekapcsoljuk a AL-47-et. Ez majd szépen egy idő után meg fog, működni fog. A módot ugye tudjuk kapcsolni, ezt múltkor megbeszéltem, a HUD-on meg tudjuk jelenítetni vele, hogy mi van. Alapvetően egyébként semmi más nem tudunk itt csinálni. Beállítani ugye majd, hogyha magához tér a AL-47, akkor a dispenzernek a módjait. Jó, menjünk vissza. HUD-ot elő tudjuk csalni ugyanebből a tactical page-ből. Ugyanazt fogjuk látni, amit itt, csak mondjuk, hogyha valamilyen oknál fogva nem működik a HUD-unk, vagy olyanok a látási viszonyok, hogy a standby dolgokat kell néznünk, mert nem látunk semmit ki, például éjszaka, vagy esőben, vagy mit tudom én, akkor ki lehet rakni az egyik HUD-ra, vagy illetve az egyik DDI-ra a HUD-ot, hogy tudjad nézni, hogy mi történik tulajdonképpen a HUD-on, csak ne zavarjon az, hogy föl kell nézni, meg le kell nézni, hanem mondjuk tud egyszer nézni az AOA indikátort, a magasságot, meg amit tudom én, ha bármiféle bajod van. A sima HUD-dal persze. Jó, Stores-t mondtam, ugye itt lehet kiválasztani, hogy mit szeretnénk lőni, milyen fegyverrel. Radar ATTK, ez ugye a radarunk, az R2R radarunk, még nincs surface radarunk, majd hogyha lesz, akkor ennek a gombnak a megnyomásával lehet majd ugye a felszínradart, vagyis a igen, a felszíni radart aktiválni. Még nem működik, high interval nem működik, mód nem működik, a 140 és 20 fokos szög között váltó már működik, 1 bar, 2 bar, 4 bar, 6 bar működik, ezt már mondtam, shield nem működik, erase nem működik, az gyakorlatilag az, hogy az összes létező célt, ami itt van, azt eldobja és újra szkennel. Reset nem működik, a távolsága a radar scannek itt látható jobb oldalt fölül, ezzel a két gombbal tudjuk növelni, vagy csökkenteni. Data hasonlóképpen gyakorlatilag még semmi nem működik ezen a page-en, de itt lesz majd declutter, ez az, hogy mit lássál, tehát hogy a műhorizontnak az állása, így semmi, illetve így ezeket látod meg a célpontokat, és akkor utána a declutter 2-nél pedig csak azt a célt, amit éppen kijelöltél. Jó. Azt mondja, hogy HUD-ot mondtam, radar mondtam, SA nincs még implementálva, EV-t mondtam, megyünk át a support page-re, ez a HSI, ezt néztünk, ADI, ez ugyanaz, mint ez a lenti ADI, csak egy standby, INS vagy standby, attól függ, hogy melyiket szeretnénk. Ha INS mód, akkor nyilván az INS-nek előbb alignolva kell lennie. Jó, FPS nincs kész még. Mint a ground az egerem. Fuel management page, itt van az, hogy most ugye nincs rajtam egy darab tank se. De jó, elvesztettem a... nem vesztettem, jó. Nincs rajtam ugye egy darab külső tank sem, ezért csak a belső tankokat látom. Az első, a középső kettő, a hátsó és a jobb és bal szányban lévő. Itt is be tudom állítani, hogy mondjuk mit tudom én... Nem tudom beállítani még. Hát akkor ezek szerint nem működik. Még nem, pedig UFC-n is be kéne, hogy tudjam állítani a Bingo Fuel-t. Ezek szerint még nem működik az sem, mindegy. Ha nyomogatom, akkor itt be tudom állítani, egyébként be kéne, hogy tudjam állítani ezzel a gomba. FLB-t, ugye ez a
built-in tesztje, még szintén nem működik, RSZ-et SDC szintén nem működik. Viszont tudjuk nézni nagyon szépen, hogy ha mondjuk tankolunk levegő-levegő, akkor itt tudjuk szépen nézni, hogy hova megy a benya, és hogy mennyi van még benne. Jó. FPS nincs, UFC, mint mondtam, placeholder nincsen. FCS. Ugye ez a startupnál nagyon fontos, amikor nézzük, hogy melyik bit teszt félelt, a built-in teszt félelt a startup során a Flight Control Surfacesnél. AOA page még mindig nem működik. Engine. Itt az összes létező motorral kapcsolatos információ meglelhető. Record állandóan be van kapcsolva, majd lesz egy, itt van egy ilyen button ezen, nem működik a recce gomb, még nem működik sem, nem használható semmire, majd lesz az is használható. Azzal fogjuk tudni megmondani, hogy mikor túl vegye fel a dolgokat. A Flight Computer egyébként itt van két kamera, ez az egyik, ez meg a másik. És ez a két DDI-t veszi föl. Ez komoly, hogy koszos a DDI. Új lenyomatok vannak rajta. Nagyon jó. Nem kéne, srácok. Ne piszkáljátok a DDI-omat. Jó, menü vissza. Mi van még? Checklist. Itt lehet a különféle checklisteket megnézni, hogyha nem akarjuk, hogy külön papírokat nézegessük. Ezek a dolgok. Tehát landolásnál kerekek, flaps, hook, ha kell megfelelő módra beállítani. Ez mind olyan checklist, hogy csak hogy ne felejtsd el, állítsd be olyanra, amilyenre szeretnéd. Nem olyan lista, hogy akkor most 5 fokra, 10 fokra, mit tudom én, hookot ilyenre, olyanra állítsd. Az a lista, amit végig kell nézned, vagy be kell állítanod, mielőtt landolsz, felszállsz, mit tudom én. Tehát ez nem, az a, nem olyan lista, mint amit írsz magadnak, hogy mit mire állítsál hova, hanem csak, hogyha éppen nem akarsz papír után kajtatni, akkor ezeket kell beállítanod, a többit neked kell tudnod fejbe. Jó, Mumi placeholder nincs még kész, illetve bit test. Ebben nem szeretnék belemenni, mert nagyon nagy csalódás számomra az, hogy még nem működik, holott Vags 3x4-szer is közölte, hogy ó, hát ez mennyire, azt hiszem, hogy két videójában is áradozott arról, hogy mennyire jó, hogy a bitteszt hogy működik, és mennyire jól működik, és addig nem akarjuk kiadni még Early Access-be sem, amíg nem működik rendesen a bitteszt. Tippelje, hogy működik-e rendesen a bitteszt. Nem, nem működik. Elméletileg az autót megnyomnám, akkor mindent végig kéne, hogy teszteljen, és a beaconon kívül, mert a beacon nem működik, tényleg még az összes többinek ready-nek kéne lennie, ehhez képest IFF, DL-Midge, DMS, HMD, Head Mounted Display ugye nincs kész, RVR restartot mond, de degradált fog mondani nekünk, vagy navigációt intestre mondja, és utána azt fogja mondani, hogy nincs kész, Electronic Warfare-t azt fogja mondani, hogy nincs kész, tehát gyakorlatilag nem működik, pedig kész van a navigációnk, kész van mindenünk. Jó, nagyjából azt hiszem, hogy más nincs. Egyelőre ennyi dolog, ez azok a dolgok, amik működnek a két felső DDI-on. Most a lenti DDI annyiban különbözik, hogy ezen van egy moving map is. És a moving map-ben, mint a Harrier-ben is, a mód és a map gombok segítségével el lehet tüntetni, ugyanezzel a két gombbal, a moving map-et. És gyakorlatilag egy ugyanolyan HSI lesz belőle, mint itt. Miért jó nekünk? Mert például Carrier Landingnél nem akarjuk nézni a vizet, ahogy itt van, illetve majd előfordulhat az is, hogy ide például a mindenféle FCS page kell, ide a HUD, ide meg a HSI, pedig azt nem szeretnénk, hogy a map alatta legyen. Jó, azon kívül ugyanazt tudja, mint a másik két DDI, csak ez annyit tud még, hogy majd elvileg ide jön a FLIR, meg minden olyan dolog, ami máshol nincs.
De a lényeg az, hogy itt ebben van ugyanazok a dolgok, ugye itt scale-lel lehet növelni, csökkenteni, hogy a map milyen távolságot mutasson, itt a SCL20 ez látszik, mark pontokat lehet majd létrehozni, ha működik, illetve menjünk vissza ide egy kicsit, data. Itt láthatom, hogy a waypoint nullám, ugye navigáció, mindenféle. Itt van ugye most az egyes X takára vagyok beállva, waypoint nullám információi, stb. Fölfelé lehet növelni, és akkor itt mindent mutatja. Gridet még nem tudunk állítani, majd fogunk tudni, még nem tudunk. Jó, amikor is azt szeretnénk mondani, hogy szeretném, hogyha mondjuk 4-es waypoint szerintem hülyeség, törőjük ki. Ezt a legalsó gombot, ez a VP, Sequence, UFC. Ja igen, még mielőtt ide tovább mennénk, azt mondom, hogy HSI, és kérlem, hogy waypoint, és azt mondom neki, hogy Sequence. És azt fogja mutatni nekem, ha szépen kimegyek nagyba, mondjuk 80 mérföldes távolságban, hogy hova mutatnak, mely először is hol van a következő waypointom, melyik a mit tudom én, micsoda az éppen aktuális waypointom, illetve, hogy egy szagatott vonallal meg fog mutatni nekem a teljes flight plánemet. Jó. Erről majd akkor, hogyha minden működik rendesen, szenzorok is, Time UFC is. Time UFC volt az például az, ami ha be akartuk állítani, hogy XY időpontra szeretnék ott lenni a 4-es waypointnál például, akkor be lehetett állítani. Illetve most már be lehet állítani, ugye, tudom én, date, nem, 12-25, aha, 13 óra 12 perc van, tehát akkor mondjuk 14 óra 50, zétod, ja igen, bocsánat, enter, és akkor azt mondom neki, hogy HSI data, waypoint 4, és nem jegyezted meg, akkor még mindig nem működik, jó? Nem baj. Szóval, hogyha magát a waypointot szeretnénk editálni, akkor az UFC gombot megnyomva a position, elevation, grid és az OS gombok segítségével, a grid és OS még nem működik, a position és elevation működik. Na most ez 24 fok, 4 perc. Mondjuk szeretném áttenni a V.3-at ide, közepére. Az 26 fok, 14 perc, 55 fok, 8 perc. Jó, azt mondom, hogy position. Először meg kell mondani neki, hogy melyik, ezért, tehát hogyha északi, akkor north. 26 fok. Mit mondtam, 14 perc, 36 másodperc, 14 perc, 36 másodperc, enter. És tovább lép, ilyenkor még ugye nem vagyunk készen, mert a másik felét is be kéne írni, 55 fok, 8 perc, 44 másodperc, kelet, ugye 6-os, 55 fok, 8 perc, 44 másodperc. Enter. És akkor gyakorlatilag, most visszamegyünk a HSI-re, akkor meglátjuk, hogy az előzőleg berakott kocsak nevezetű waypoint mit csinálsz? Ne fagyják ki, léci, ne fagyják ki? Jó. Hú. Na, szóval hogy a repülőteret beraktam ide waypointnak, és akkor a 3-as waypointom az oda fog vezetni, látszik is, hogy messzebb van. Jó, akkor visszamegyek a datába, és ugye waypoint 3. Mondjuk szeretném a waypoint 4-et, 5-öt úgy, ahogy van kihagyni, meg a 6-ot is. Mit csinálok? A waypoint sequence UFC gomba, azt mondom neki, hogy 6-ost, delete, enter, és ki is törölte. Akkor azt mondja, hogy 5-ös, delete,
Enter. Na. 5-ös, delete, enter. 4-es, delete, enter. Ugyanez, hogyha szeretném, és azt mondanám, hogy szeretnék mégiscsak egy 4-es waypointot, akkor az insert-tel tudom megtenni, és utána megint enter, és hopp, megint ott van a 4-es gomb. Ilyenkor persze nyilván újra kell konfigurálnom az egészet, és beírkálnom azt, hogy északi-keleti hosszúság, vagy na, északi-keleti szögeket be kell írnom, illetve a magasságot. Na most én az előbb a Waypoint 3-nál nem adtam meg magasságot. Most 914 méterre fog mutatni. Én azt mondom neked, hogy mondjuk 15 méter legyen a magasság. Az UFC-re ugye bemegyek. 15 elevation. Ja igen, és nem mindegy, hogy láb vagy méter. Mondjuk szeretném méterbe megadni, 15 méter magasság lesz. Ugyanezt tudnám 49-ben, akkor automatikusan átváltja, hogyha miután megnyomtam az Entert, akkor utána nyomkodom, akkor utána már automatikusan átváltja. Addig, amíg meg nem nyomom az Entert, addig nem. Jó. No. Más olyan nagyon innen nem működik. A sequence-t bármikor be lehet nyomni. Ugye, és akkor a HS-in látszik, vagy nem látszik, attól függően, hogy én most mit szeretnék láttatni. ILS takan ugyanúgy, ahogy eddig is működött. Igen, hogyha van takanom, mondjuk azt mondom, hogy a 89-es takanom van, és szeretném, hogyha ez display-elve lenne, akkor lehet majd, ha végre felfogja, hogy mi van, akkor majd lehet beírni azt, hogy a course, tehát ugye ennél a 26-osnál 260-as irányba szeretném, hogyha mutatna a kis course-om, és akkor majd azt fogja mutatni, hogy bizony a leszálló pálya itt van, és akkor a HUD-on is meg fog jelenni az a szimbolika, majd ugye megmutatom. Jó, remélem nem volt túl sok, és nem volt túl bonyolult. Hát contrast brightness-t lehet növelni, itt jobbra-balra éjszakai módra lehet átállítani a DDI-okat. Én egyelőre még nem fedeztem fel különbséget az éjszakai és a nappali mód között. Ha ti felfedeztek, akkor szóljatok nyugodtan.